A Bátor Televízió híradója következik, köszöntöm Önöket! Felújítják a Bátor István Múzeumot. Két nyírbátorit is kitüntetett az MLS. Két horgászverseny is lesz vasárnap. Tavasszal biztosan megkezdődhet a Bátor István Múzeum felújítása egy kormánydöntésnek köszönhetően. A komoly előkészítési fázis után hamarosan megindulnak a közbeszerzési folyamatok. A felújítás egyben teljes szakmai megújulást is jelent. A munkálatok idejére a múzeum a régi tanműhely épületébe költözik. Körülbelül másfél év alatt valósítható meg a projekt. A nagy változást nagyon reméljük, nagyon bízunk benne, mi mindent megtettünk annak érdekében a múzeumi részről, hogy a felújítás, ami már elodázhatatlan, elkezdődhessen, elkészültek azok a tervek, azok a megvalósíthatóság és kiviteli tervek, amelyek ismeretében mondhatom, hogy egy teljesen más múzeumi belsőt fogunk majd itt a reménységünk szerint egy-két év múlva láthatni. Az épület az valóban marad, sőt, ugye itt a tervezés kapcsán előjöttek olyan gondolatok, és ez meg is fogalmazódott a tervkészítés folyamatában, hogy a templommal, mint korábbi funkciót bíró épület egy színben jelenjen meg itt a városban, és ez fogja majd tulajdonképpen azt a bizonyos 1700-as évekbeli időszakot jelképezni, hogy tényleg egy funkcióban volt annak idején az épület. A felújítás során tényleg egy nagyon-nagyon modern múzeumot szeretnénk, de nem feledkezünk el arról, hogy itt nem lehet elmenni minden digitális, mindenféle műszaki divatok felé, hanem itt olyan egységet kell teremteni a tárgyak, illetőleg a digitális technika vonatkozásában, amelyben egyik sem nyomja el a másikat, illetőleg együtt tudja azt az élményt, azt a tudás átadást szolgálni, amit mi itt most megfogalmaztunk. A nyírbátori református templom 2020-ban csatlakozott az Orgonapont elnevezésű országos kezdeményezéshez. A vasárnap esti nyírbátori koncert alkalmával megszólalt a templom felújított orgonája. A koncertet bemutató művészek ezúttal is kiemelték és elismerték a templom adottságait. Hogyan lehetne ennek a mostani kezdeményezésnek a lényegét röviden megfogni? Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, és ráadásul azt látom, hogy az orgonáknak az állapota országszerte egy fontos dolog, hogy ezeket a hangszereket ápoljuk, őrizzük, felújítsuk úgy, ahogy kell, és igazából ebbe a vírus helyzetben meg még speciálisabb, mert szerintem annyira kivannak az emberek éhezve egy kis jóra, egy kis szépre, zenére, hogy ez most nagyon jól fog jönni mindenkinek, reméljük. Egy kicsit közelebbről megismertethetjük a hangszert a nagy közönséggel. Nyilván akik istentiszteletre, misére járó hívők hétről hétre találkoznak a hangszerrel, de nem olyan testközelből, nem olyan formában, nem koncertformában, mint amiben ez a sorozat közel hozza. Itt a környéken nagyon nagyszerű öt helyszínen játszunk most. Mindegyik felújított orgonán történik, aminek nagyon nagy köszönet, hogy ezt a Filharmónia segítségével közel tudjuk hozni, és meg tudjuk szólaltatni ezeket a hangszereket.
Ez az előadás ez úgy állt össze, hogy mi már Dániellel régen is koncerteztünk együtt, tehát volt már egy kis fix műsorunk, egy ilyen kis mag, hogy úgy mondjam, és ebből válogattunk, plusz ugye a témához kapcsolódóan is azt szerettük volna, hogy az emberek kapjanak egy kis lelki tölteléket, tehát egy ilyen gyönyörű, gyönyörű műsort állítottunk össze, úgy gondolom. Tíz éves a Bozsik program. A Magyar Labdarúgó Szövetség kristályserleggel ismerte el 10 megyei sportember utánpótlás nevelő munkáját. A kitüntetettek között két nyírbátori szakember is van, Csonka Gábor és Lőrinc Sándor. Hát a Bozsik programot két részre lehetne osztani. Egy intézményire és egy egyesületire. Amire mind a kettő létrejött, egy tehetségkutató, és itt a kutatón van a fő hangsúly, egy tehetségkutató, magyarul felfedező program, amely azért jött létre, nyilván, hogy a magyar labdarúgást erősítse az utánpótlás vonalon. Ön mióta foglalkozik utánpótlás neveléssel? Pontosan 20 éve, hogy Csonka Gabi bácsival a Báthori István általános iskolába elkezdtük, ahol most a pingpong szakosztály működik. Ahogy a Bozsik program megalakult, létrejött az egyesületi program, így tűnt el a Góliát, tulajdonképpen egy folyamata a Bozsik program a Góliátnak, és alakult két ága, az egyik az igazolt gyerekeknek, ez az egyesületi program, a másik pedig a nem igazolt gyerekeknek, de akik szeretnek mozogni, sportolni, nekik is legyen lehetőségük, az az iskolai program. Miért adták ezt az elismerést? Nem is az a büszkeség, hogy most én kaptam egy elismerést, hanem az, hogy ebbe a városba ketten kaptunk elismerést. Ilyen, nem Szabolcs megyében biztos, hogy nincsen még egy. Egy-egy ember kapott nagy területen, de kettő biztos, hogy nem. Ez nagyobb büszkeség, én úgy gondolom. Hát igyekeztünk úgy dolgozni, hogy figyeljenek ránk. Sanyi inkább a szervezéssel, a rendezésekkel nagyon precíz munkát végzett, szinte példaértékű volt. Én pedig a gyerekneveléssel, a gyerekek nevelésével foglalkoztam. Hány gyereket lehetett bekapcsolni ebbe a programba? Nem így az évben. Huha! Több százat. Nézzük meg még egyszer itt! Figyeljétek még egyszer Domiékat! Mehet. Mindig vannak tehetségek, akik kikerülnek belőlük, és egyesületekhez, jó nevű egyesületekhez kerülnek. Ez nekünk azért célunk, mert ha megfelel ott, akkor azért vagyunk büszkék, ha pedig úgy gondolja, hogy vissza akar térni hozzánk, akkor pedig örömmel várjuk itt. Azaz, most állítsa meg Zalán! Gőzerővel készülnek a nyírbátori kézilabdás lányok a 2020-2021-es bajnoki szezonra. A Kisvárdán megrendezett edzőtáborban napi 3 edzésen vett részt az U14-es és U15-ös korosztály. A kézicsapat a jövőben szeretne az alapszakaszban olyan helyen végezni, hogy tavasszal már a felsőházban folytathassák a küzdelmeket. Hát eléggé izomlázom van, de próbálok mindent megtenni, hogy jobb legyek. Minden évben meg szoktunk rendezni az edzőtábort. Ez az egy hét arra lesz jó nekünk, hogy felkészüljünk az őszi szezonnak a elég kemény megpróbáltatásaira. Az országos U14, U15-ös korosztályban indítottuk el a csapatot. Erre készülünk, ami szeptember közepén kezdődik, és ez minden héten elfoglaltság a gyerekeknek, hétvégén, és decemberben lesz az első fordulónak vége. Általában kondizunk, reggelente futunk a tó körül, lépcsőzünk, koordinációs edzések. Egy kicsit erősebbnek érzem már magam, meg jobban bírok futni. A reggeli futások jót tesznek. Hétfő óta napi 3-at edzenek a lányok, tehát ez elég megterelő. Most elfáradtak. Most látszik rajtuk, hogy most már fáradtak, de ezt majd korrigáljuk rehabilitációs edzésekkel. Köszönöm!
Igen tartalmasnak ígérkezik az előttünk álló hétvége. Pénteken kezdődik a háromnapos bátori lovasnapok, vasárnap pedig a Dragon Race idei nyári futama mellett két horgászversenyt is rendeznek a Szénaréti tónál. Az egyesületünk kezelésében lévő Szénaréti horgásztóba naponta három alkalommal ment bele tisztított, hűtött termálvíz, ami a mi horgászati lehetőségeinket is bővítette, ugyanis soha nem volt olyan problémánk, mint akár a megyébe olyan horgásztavakon, hogy esetleg egy apadás, vagy bármilyen biológiai kárt, katasztrófa, akár halpusztulás az lehetett volna. Olyan nagy problémánk nem volt, miközben leállt a strand. Egy minimális apadás észrevehető volt, de viszont a biológiai rendszerünkben, úgymond a halak egészségében, a horgászatban semmi olyan probléma nem merült fel, ami beavatkozást igényelt volna. Három hetente van telepítés nálunk. Most következő alkalommal pénteki napon kerül 9 mázsa ponty telepítésre. A megyei horgászszövetségek horgász egyesületeinek lesz egy horgászversenye. Ez úgy néz neki, hogy aki ebben az évben itt nálunk fog nyerni, a következő évben rendezi meg a egyesületeknek a horgászversenyét. A tavalyi évben ezt mi nyertük meg, ezért most nálunk lesz, kerül megrendezésre ez a horgászverseny, valamint az önkormányzat dolgozóinak, aki hódol ennek a horgássportnak, szintén 16-án lesz egy horgászversenye. A Beton Televízió híradóját látták, megköszönöm figyelmüket, további kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a Gabi Mami divatáru biztosította.